Molnár Péter úrral együtt érkeztünk, aki a Tiszafüredi Kerékpáros Centrumot igazgatja, és igazgató úrral olyan szörpadományokat és műzdeadományokat hoztunk, ami nagyon fontos a dolgozók egészsége és az energiaszint visszatöltése érdekében. Valamint a Jászlikun-Szolnok megyei önkormányzat által fejlesztett kis mesélő kiadvánnyal érkeztem, ami azért is fontos, mert azoknak a gyermekeknek, akik benn fogják tölteni a karácsonyt, vagy karácsony közelettével, vagy advent időszakában egy kis kikapcsolódásra, egy kis felüdülésre számíthatnak a kiadványomból, nagyon fontos és nagyon hasznos kis forgatnivaló lesz a kezükben. Valamint azoknak a gyermekeknek is, akiknek az édesanyja vagy édesapja lehet, hogy 0-24 órában itt dolgozik bent a kórházban, és ahhoz, hogy ők is odahaza egy kis meghittséget, egy kis barátságos, meleg hangulatot érezzenek, ehhez fontosnak azok a kiadványok, amik a gyermekek számára képpel is és szöveggel is azt illusztrálják, hogy milyen fontos a család egysége, és milyen fontos az, hogy a gyermekekre odafigyelő szülők értékeket közvetítenek számukra. Ezt a mesélő kiadvány is közvetíti, és én jó szívvel hoztam belőle mind a kórház dolgozóinak, mind pedig a kórházban ápolt kis betegeknek. Molnár Péter igazgató úr jó voltából 50 élménykerékpározásra szóló meghívó szerepel az adományok között, ami azért is fontos, mert a járványnak véletlenül hamarosan tetőznie kell, és a tetőzés után szépen lassan elindulunk kifelé. És amikor már a gyógyultak száma jóval meghaladja a fertőzésben aktívan még jelenlévőknek a számát, és amikor már az egészségügyi rendszer el fog bírni a naponta jelentkező új esetekkel, és az ápolás is jól halad az egészségügy kifele lábbal a pandémiás helyzetből, akkor majd lehet tervezni a jövőt, lehet tervezni a kikapcsolódást, a pihenést is. Ez véletlenül jövő nyáron már minden egészségügyi dolgozó előtt megnyílik ez a lehetőség, hogy kipihenhetik ennek az időszaknak a fáradalmait, és az ő számukra egy nagyon élménydús program lehetőséget kínál a Tiszató, és az élménydús program lehetőség magában hordozza az aktív turizmust és a kerékpáros turizmust is.